Április 4-én vettem meg a gépet. Pontosan emlékszem, mert a születésnapom után történt egy nappal. Kicsit másnaposan mentem a kínai piacra, ahol keservesen találtam egy nekem megfelelő laptopot. Annak idején nem igazán jártam egyenes utakon, az internetről volt szó. Ne értsetek félre, nem voltam hacker, inkább egy script kiddie. De nekem pont egy olyan gép kellett, amiről nincs számla, nincs papír és készpénzzel ki tudom fizetni. 100 dollár csak neked, mondta a ferde szemű eladó. Nem volt túl bizalomgerjesztő a fickó, de bekapcsolta a gépet és meg tudtam nézni. Hibátlannak tűnt. Hazaértem és fel akartam telepíteni egy új rendszert, de aztán eszembe jutott, hogy átnézzem a merevlemezt. Az emberek néha mindenféle jelszavakat és egyéb érdekes dolgokat felejtenek a használt gépeken. A törölt fájlok között találtam egy videót, ami elég szokatlannak tűnt. Egy ruhátlan nő volt látható, egy székhez bilincselve. Talán egy pincében vették fel a jelenetet, téglafal volt a háttérben és egy feszület lógott a falon. Egy kereszt, amire Jézus volt felfeszítve. Csak hogy Jézus és a kereszt fejjel lefelé lógott. Tisztán kivehető volt, hogy az alak jobb keze csonka. Jézus egyik keze csuklóból letört, vagy letörték. A szobor anyaga fa lehetett, de aranyszínűre volt festve, ami eléggé megbarnult. A megbilincselt nő kiabált. Nem tudom, hol vagyok. Elaltattak, és itt értem magamhoz. Levágták két ujjamat. Kérem, segítsenek. Aki látja ezt, kérem, segítsen. A kép szélén egy lista volt látható. Fog, 8 token. Köröm, 10 token. Új, 40 token. Jobb kar, 500 token. És a lista folytatódott mindenféle testrészekre kiterjedően, egészen a lefejezésig és az élve boncolásig. A videóanyag hirtelen véget ért és hiba jelentést küldött a gép. Te jó ég, mi ez? Valami beteges Red Room videó a Darknetről? Nem tűnt megrendezett jelenetnek. A nő arcán a rémület és a kétségbeesés valódi volt. Első gondolatom volt, hogy értesítem a rendőrséget, de a fájl adatai szerint hónapokkal korábban rögzítették a felvételt. Azt gondoltam, hogy a nő már biztosan meghalt, és nem akartam magamra felhívni a rendőrség figyelmét, mert én sem jártam mindig egyenes utakon. Leformáztam a gépet, újra telepítettem a rendszert, és hosszú hónapokra feledésbe merült a felvétel. November 1-én történt. Pontosan emlékszem, mert a barátnőm születésnapja volt, és azokban a napokban tartották a Halloween-t, amit kifejezetten utálok. Egy régiség kereskedésben jártam, mert valami ajándékot akartam venni, és jól tudtam, hogy Emily rajong az okkult dolgokért. Az üzletben láttam újra a sérült feszületet. Ezúttal nem fordítva lógott a falon, de azonnal felismertem. Aranybarna, egy méter magas kereszt, a megfeszített szent jobb keze csuklóból letörve. A torkomban dobogott a szívem. Ez mennyi? Kérdeztem az eladót, aki valószínűleg maga volt a tulaj. Vékony, szemüveges öreg úr volt, 80 és a halál között. Ez nem eladó. Valóban? Kérdeztem. Ez egy igazi ritkaság. Az én büszkeségem. A 16. század elején készítették. Sérült, de az értéke így is felbecsülhetetlen, mondta az öreg. Megkérdezhetem, hogy jutott hozzá? Úgy látom, maga szakmabeli. 2 hónapja vettem. Fontos magának az, hogy hol jutottam hozzá? Kérdezte az öreg. Igen, érdekelne. Feleltem. Egy pillanat. És a tulaj hátra ment az üzlet végébe, egy lefüggönyzött helyiségbe. Hallottam, hogy tárcsáz és telefonál. Nem értettem, mit mond, mert suttogva beszélt. Az öreg úrnak semmi köze a Dark Webhez, ez nyilvánvaló volt. Nem tudtam volna őt elképzelni, miközben nőket csonkít meg.
derűs arccal tért vissza. Az üzlettársam hajlandó felvenni magával a kapcsolatot. Itt egy telefonszám. Átnyújtott egy cetlit. Köszönöm, mondtam, és elindultam a kijárat felé. Azt gondoltam, azonnal megyek a rendőrségre. Megvan a Red Room fickó száma. Hamarosan vége a dalnak, gondoltam. Ütést éreztem a tarkómon, és a földre zuhantam. Az utolsó emlékem az volt, hogy az öreg áll fölöttem egy súlyosnak látszó menórával a kezében. Mikor magamhoz tértem, a bokám és a csuklóm egy székhez voltak bilincselve. Igazából nem is bilincsek voltak ezek, hanem inkább kábelkötegek. Teljesen ruhátlan voltam, mint az a szerencsétlen nő azon a régi felvételen. A keresztet nem láttam, de ha ott volt, az a hátam mögött lógott a falon. Tudja, Mr. Anderson, hibát követtem el, szólalt meg az öreg úr. Ugye nem baj, ha így szólítom. Időközben átnéztem az iratait. Hatalmas hiba volt kiállítani a szobrot. Biztos vagyok benne, hogy ön felismerte. Tudja, én és az üzlettársaim úgy gondoljuk, hogy maga tökéletes arany a következő előadáshoz. Ráadásul mindenképpen el kell hallgattatnunk magát. Sajnálom. Tudja, Mr. Anderson, a televízió ideje lejárt. Mit is látunk a kereskedelmi csatornákon? Reklámokat. 40 éves filmeket, bugyut a vetélkedőket, ahol parancsra sikítanak a nézők. Valóságsót, ami előre meg van rendezve. Az öleg széles lendülettel körbe mutatott a helységben. Látja ezt? Ez az igazi valóságsó. Az öreg úr csukját húzott a fejére. Olyan volt ez, mint egy hóhér jelmez a középkorból. Fogd be a száját, mondta az idős fickó. Előlépett egy másik alak a háttérből, akit eddig észre sem vettem, és bekötötte a számot. Ugyanolyan csukját viselt, mint az öreg úr, de félmeztelen volt. Sajnálom, Mr. Anderson, de a mai fogászati kezelés elmarad. Nem szeretnénk, ha valamit elkotyogna a kamerák előtt. Sajnos maga tudja, hol van az üzletem, és ez nem tartozik a nagy közönségre. Adás indul. Lámpák fénye csapott a szemembe. Velem szemben három kamera közvetítette a műsort. A szemközti sarokban pár monitor. Saját magamat láttam bennük, továbbá a nézők számát, ami ijesztő ütemben emelkedett. Hölgyeim és uraim, milyen tisztelt publikum! Indul a műsor. A mai szereplőnk egy fiatal ember. Az árlistát a monitor jobb oldalán látják. Fogat ma technikai okok miatt nem húzunk. A két alak a sarokba vonult, ahol egy kis asztal helyezkedett el. Ez a hely a kamerák látószögén kívül esett. Levették a csukjáikat, és megkávéztak. A köpcös, félmeztelen alak fiatalabb volt, talán 40-es. Még soha nem láttam. Talán arra vártak, hogy a nézőszám emelkedjen. Kiabálni akartam a kamerák felé, de a számot alaposan bepeckelték, így csak egy gyenge nyöszörgésre futotta az erőmből. Az egyik monitoron ment valami chat, ahol a nézők írtak egymásnak üzeneteket. A műsort már közel 60 000 nézték. Sípolás hallatszott. A chat ablakban piros szöveg jelent meg. Nem tudtam elolvasni, a szememet elvakították a reflektorok. Azok ketten újra fejükre úzták a csukját, és közelebb léptek. Hölgyeim és uraim, a Devil 426 nevű nézőnk 10 tokent ajánlott egy körömért. Az a félmeztelen barbá kiválasztott egy fogót a műszerei közül, és letépte az egyik mutató ujjamról a körmet. Csak egyszerűen letépte, mintha ez egy hétköznapi dolog lenne. A körmet bedobta egy vödörbe, a fogót pedig visszatette a kerekes asztalra a többi szerszám közé. Láthatóan nem volt rá hatással az üvöltésem sem. Visszamentek a sarokba, ledobták a maszkot és rágyújtottak.
miközben egymás fülébe suttogtak valamit, és hangtalanul kuncogtak. Azt jutott eszembe, hát ha a barátnőm Emily is nézi most ezt a műsort, és a szemei előtt fogok meghalni. De miért nézni? Ő soha nem járt a Dark Web-en. Szerintem a létezéséről sem tud. Emlékszem rá, anyám kiskoromban mindig leszídott, ha hintáztam a székkel a konyhaasztalnál. Próbáltam megbillenteni a széket, ahová most kötöztek, és úgy tűnt, szerencsém van. Nem volt a padlóhoz csavarozva. Amíg a két alak egymással volt elfoglalva, és szívták a cigarettát, újra megpróbáltam hátra dönteni a széket, aztán lendületből teljes testsúlyommal hirtelen előre dőltem. Felborultam a székkel együtt. Az orromat beütöttem a padlóba, és az oldalamra dőltem. Valahogy meglöktem az egyik kamerát, ami állvánnyal együtt eldőlt, és meglökte a másik kamerát, ami szintén felborult. Olyan lehetetlen szögben állt meg, hogy a lencse pont a két hóhér felé fordult, akik most csukja nélkül álltak az asztalnál földbe gyökeredzett lábbal. A monitorok felé néztem, az egyik képernyő tényleg a két alakot mutatta. Arcukon meglepetés és rémület. Innen a padlóról a chat monitort is jobban láttam. A nézők száma 75 ezer fölött volt. Ez az öreg Frank a régiségkereskedésből, írta a Devil 426. Ez az a vén ember az Old Things-ből, írta Makiverem 22. A fiatalabbikat ismerem, programozást tanított az egyetemen, írta a Bad Girl 666. Az öreg úr szájából kiesett a cigaretta. Örülött életbe, mondta a dagadt. Az öreg kapott észbe elsőként. Korát meg hazudtoló fürgességgel ugrott a műszerekhez, és az összes kábelt kitépte a gépekből. A dagadt fogott egy kalapácsot, és összetörte a kamerák lencséjét. Eldobta a kalapácsot, egy pillanatig úgy tűnt, hogy nem tudja, mit csináljon még, aztán felém fordult. Te rohadék! Kiáltotta, és teljes erejéből fejbe rúgott. Sötétség. Egy autó csomagtartójában tértem magamhoz. A végtagjaim szabadok voltak, és iszonyúan sajgott a fejem. Ki akartam kotorni a számból a rongyokat, mikor hangukat hallottam kintről. A te hibád volt, Frank. Legalább letakarhattad volna azt a szobrot. Különben is jó helye volt a pincében. Felnyitották a csomagtartót, és én próbáltam mozdulatlan maradni. Szerinted meghalt? Szerintem igen. Vigyük a többihez. Kidobtak a kocsiból, és a lábamnál fogva végig vonszoltak valami füves talajon. Már éjszaka volt, mert teljes volt a sötétség. Ahogy a csillagos ég felé néztem, fák lombját láttam, mintha erdőben lennék. Bedobtak valami gödörbe, ahol iszonyú büdös volt. Majdnem elhánytam magam, de próbáltam mozdulatlan maradni. Iszunk valamit, és hajnalban betemetjük ezt az egész pöcegödröt, szólt a dagadt. Majd te betemeted, Peter, így is leszakad a derekam, mondta az öreg. Hallottam, hogy elmennek. Jól sejtettem, egy tömegsírban voltam. Hánynom kellett. Kezeim között oszlásnak indult emberi testek, hajcsomók, csontok. Kimászni sokkal könnyebb volt, mint gondoltam. Szerencsém volt, mert a gödör már majdnem megtelt. Egy kunyhót láttam az erdei tisztás szélén. Ablakai sárgán világítottak. Oda kúsztam a kocsihoz. Nyitva volt, de nem volt benne a kulcs. Átnéztem a kesztyűtartót, de pótkulcs sehol. Csak egy csomag földi mogyoró és fél doboz cigaretta. Aztán észrevettem a fegyvert a hátsó ülésen. Egy sörétes puska. Mossberg, ha nem tévedek, és ráadásul töltve. Felröhögtem volna magamban, ha lett volna hozzá hangulatom, de mesztelen voltam egy erdei tisztáson, véresen, és bűzlöttem a rothadó hús szagától. Fáztam. Úgy gondoltam, gyalog nem jutok messzire, azt sem tudom, hol vagyok. Meg kell szereznem a kulcsot. Lassan közelítettem meg a házat, nem szerettem volna zajt csapni. Végül az egyik ablak alatt pihentem meg pár percre. Hallottam, hogy Frank és Peter vitatkoznak. Nézd, Frank, én csak egy programozó vagyok, mellesleg nincs Priusom, az egyetemről is csak tévedésből vágtak ki, hallottam a dagadt hangját.
tévedésből, hiszen az a lány még kiskorú volt, ráadásul a tanítványod, mondta az öreg. Neked akkor is több a veszíteni valód, csattant fel Peter. Ha kiderül a háborús múltad, neked annyi. Arra célzol, hogy náci tiszt voltam? Parancsot teljesítettem, ha nem tudnád, Schweinhund! Vágott vissza Frank. Az is a te ötleted volt, hogy az üzlet pincéjében rendezzük a stúdiót. Peter szinte már kiabált. Tor anonim hálózatot használtunk. Az áldozatokat a város másik végéből hoztuk. Én nem hibáztam, te baltáztad el a szoborral. Te pedig nem csavaroztad le azt a rohadt széket. Ekkor döntöttem úgy, hogy rájuk török. Felálltam a verandán és próbálkoztam a zárral. Semmi. Vállal nekirontottam az ajtónak, de nem sikerült betörni. Talán túlságosan le voltam gyengülve. Másodszor is nekirugaszkodtam, de szabályosan visszapattantam. Ekkor az ajtó kinyílt, és Peter állt a bejáratnál. Arcán meglepetés és rémület. Elsütöttem a fegyvert, és Peter félfeje eltűnt. A lövés erejétől hanyatt esett, és holtan terült el a padló. Berontottam a házba. Az öreg úr az egyik székben ült az asztal mellett. Arc sápadt és ijedt. Bontson nekem egy sört! Mondtam neki halkan, és leültem vele szemben. Ki voltam száradva. Olyan szomjúságot még soha nem éreztem, mint akkor. Az öreg bontott egy sört, és lassan felém tolta az üveget. Kérem! Szólt Frank. A kocsi kulcsa is kéne, mondtam. Peter zsebében, motyogta az öreg úr. Megittem a sört, felálltam, átnéztem a holttest zsebeit. Magamhoz vettem a kulcsokat, közben a fegyvercsövét nem vettem le az öregről. Fogja a testet, és dobja a gödörbe. A többihez. Eltelt pár perc, amíg Frank átvonszolta a tisztáson a dagadt testét. Végül a gödörbe lökte, és levegő után kapkodva térdre rogyott. Magája választás, Frank. Tömegsír vagy síralomház. Az öreg ember rám nézett. Egy pillanatra elgondolkodott. Aztán keserősen felállt, és a sír széléhez lépett. Felén fordult, arca vigyorra húzódott. Kezét karlendítésre emelte. Aztán szólni akart, de nem maradt rá ideje. A mellkasát érte a lövés, és a teste a gödörbe esett. A házban találtam pár ruhadarabot. A fegyvert is a tömegsírba dobtam. Kocsiba ültem és elhajtottam. Kijutottam a 23-asra, és magam mögött hagytam az erdei utat. Soha többé nem ültem számítógép elé.